A magyar gazdaság lemarad a saját ligájában focizóktól, ezt egy interjúban mondta Csaba László. A közgazdász szerint Ausztria utolérése mitikus törekvés marad. A stúdióban Csaba László. Jó estét kívánok, és tudom, hogy hallgattam már az előző beszélgetést Gréci Zsolttal, úgyhogy arra lennék kíváncsi, hogy erre a lemaradásra ön szerint valódi versenyképes válasz-e az, hogy most azt hirdeti az ellenzék, hogy majd az unió kisegíthet minket, lehet uniós minimálbér, uniós minimálnyugdíj, uniós családi pótlék, hogy majd innen bejön az, amit a magyar gazdaság nem rak bele a bérekbe, nyugdíjakba. Azt gondolom, hogy ez egy illúzió, az Európai Unió, ugye a németek mondják, nem transferunió, nem szövetségi állam, hanem az államoknak a közössége, szövetsége, egyébként gyengülő szövetsége, és ilyen típusú felvetések a kezdetektől fogva mindig voltak, mindig benne van az uniós diskurzusban, de semmiféle anyagi alapja nincsen, hát a bruttó nemzeti termék egy, a költségvetés 2%-nak megfelelő összeget osztanak el. Legszűkebb államközösségben, mint mondjuk amilyen az osztrák-magyar monarchia volt, ennek az ötszörösét osztották el, az Egyesült Államokban ennek a 20-szorosát osztják el. Tehát azt látni kell, hogy abból a összegből lehet újraosztani. Egy német típus újraelosztás mellett lehet azt mondani, hogy Baden-Württemberg a leggazdagabb, segítsen mondjuk a Mecklenburg Előpomerániát, amelyik a legszegényebb, és rendszeresen a svábok által megtermelt jövedelemnek az 5%-át azt átadják, mert hogy ők is német polgárok, és a német egység, és a szöbbi. Ez nincs a Európai Unióban. És hogyha új tételek kerülnek be a képletbe, mondjuk a multikat megadóztatják, mert ez van a másik oldalon a kampányjavaslatokban. Hát én úgy látom, hogy a gazdaságban az uniónak nagyon kicsi a mozgástere, ami túlmenne a pénzügyi unión, mert összes többi olyan terület, ahol együtt többre jutunk, mint külön-külön, azok a nem gazdasági területek, a határvédelem, környezetvédelem, oktatás, belbiztonság, jogszolgáltatás, tehát én egyiket se becsülöm le, ellenkezőleg én azt gondolom, hogy ebben együtt jobban megy. Most azt mondanák, hogy átvennénk a olasz adórendszert, nemrégiben volt itt egy olasz barátom, aki közgazdász professzor, én kérdeztem, Bruno, te hogy csinálod meg az adóbevallásomat? Azt mondta, 10 év óta adótanácsadót fogadok. Hát azért, hogy az mit tudunk átvenni, azért van még ennél lejjebb. Én azt gondolom, hogy vigyázni kell ezekre az ügyekre, ezt nemzeti kompetenciába hagyta az unió. Mi törekedhetünk erre, de hát az alapvető az a termelékenység javítása lenne, meg az állami újraelosztás hatékonyságának a javítása. Hát az, hogy ennyi, tehát van ez a szegénységi probléma, amiről Gréci Zsolt beszélt, úgy, hogy közben Magyarországon az egyik legnagyobb az állami újraelosztás, tehát 100 forintból 52-t az állam elvesz. Ennél többet csak az olasz, meg a svéd állam vesz el. És mégsem ezt tudunk semmit elérni a szegénység csökkentése ügyébe. Akkor ott... Ha elvenné és jó helyre adná, és jó lenne belőle az egészségügy, az oktatás, akkor ez nem lenne akkora probléma. Hát látjuk azt, hogy nem jó, mert hogy kevésbé hatékony az állam működése, ez nagyjából ebben mindenki egyetért a teljes politikai spektrumban, és emiatt minél többet vesznek el, annál kisebb lesz a hatékonysága. Ez uniós szinten is igaz. Az európai számvevőszék arra az eredményre jutott, hogy az előző pénzügyi ciklusban minden második eurót szabálytalanul költötték el, és ők még nem is vizsgálták, hogy célszerűen költötték el, hogy tényleg szükség volt-e arra a fejlesztésre, arra a felújításra, amire költöttek. Jó, tehát akkor azt mondja, hogy kellő távolságtartással fogadja a választó ezeket az ellenzéki... Nem tudják megoldani. Ezzel mindig lehet vitatkozni, hogy én önt adóztatnám, meg ön meg engem adóztatna meg, és akkor ez bekerül egy közös kasszába, és nem tudjuk, hogy mi történik vele. Ezzel nagyon óvatosan kellene bánni szerintem, mert ezzel szemben, amiket elmondtam, környezetvédelmi jogszolgáltatás, fiatalok mozgása, ezek olyan ügyek, amikben viszont tudunk együtt többre jutni, anélkül, hogy nagyon sokba kerülne.
Ugye ön is említette már azokat a kulcsszavakat, amiket tényleg nagyon sokat ismétlünk, hogy termelékenységet kéne javítani, versenyképességet, egy jó oktatásba befektetni, és ugye most rendszerváltás 30. évfordulója, illetve a 15 éves uniós tagság kapcsán nagyon sok elemzés megjelent arról, hogy ez nekünk miért nem sikerült. Ön is több elemzésében foglalkozott ezzel, és az egyik közös pont ezekben az, hogy nincsen konszenzus a egymás utáni kormányok között, hogy mit kéne csinálni. És ilyenkor nekem mindig az jut eszembe, hogy ez 2010-ig igaz lehetett, de ugye azóta a Fidesz van kormányon, kétharmaddal, kétharmad után, ráadásul Orbán Viktor mindig elmondja, hogy 2030-ig tervez, azért ez egy 10-20 éves periódus. Itt azért már lehetne valami nagyot mutatni. Akkor miért nem ebbe az irányba indulunk? Hát azt gondolom, hogy erre kétfajta válasz van. Az egyik válasz az, hogy nincs a társadalomban egyetértés, tehát ugye azért azt látni kell, hogy a mai kormánypártok a szavazatok 48%-át kapták meg, az akár, hogy számoljuk, nem a többség. És amikor a közmegegyezésről beszélünk, akkor ez nem a kormánypárton belüli megegyezésre vonatkozik, mint a Kádár időkben, hanem a teljes társadalomra vonatkozna. Jól láthatóan a Fidesznek van egy igen markáns elképzelése arról, hogy a társadalom, a gazdaságot, környezetvédelmet milyen szinten kell kezelni, ezzel nagyon sokan nem értenek egyet, tehát ez az egyik. A másik, nem akarok kibújni azzal, hogy tényleg van egy erős kormányzat, ugye 9 éve nem kell attól tartani, hogy az ellenzék leszavazza a költségvetést, vagy lényegében bármely törvényjavaslatot. Ugye ezt a kormányzást, ezt úgy tudják elérni, ezt a többséget úgy tudják megtartani, hogy hát a politikai kommunikáció mindent maga alá gyűr, ami azt jelenti, hogy a ma érdekében, meg a holnap érdekében, a holnap utáról, a hétvégéről, a hóvégéről, nehogy Isten, a nyár végéről egyáltalán nem esik na szó. De amikor tudják, vagy legalábbis azt szeretnék, hogy a, nem hogy a holnap után, de hogy a 4 év múlva is az én gondom lesz, akkor miért nem fognak? Nem gondolnak ilyen módon. Én rövid ideig voltam kormánytanácsadó, és nem olyan módon, hogy nap mint nap bejártam volna egy hivatalba, és akkor különféle kérdéseket megvitattunk volna. Visszatérő mozzanata volt az, hogy amikor felvetettük, hogy na de mi lesz ebből 1 év múlva, 3 év múlva, 5 év múlva, akkor a miniszterelnöknek az volt a válasz, hogy mit foglalkozunk mi az 5 év múlva, hát az 5 hét múlva se tudjuk, hogy mi történik. Hagyjuk ezt a dolgot. Na most ebből kialakulhat azért egy működési mód, mint ahogy látjuk, és egyébként a 70-es években is így működött a magyar társadalom, hogy nem, hát elvileg volt egy 5 éves terv, de hát ugye erről Hetényi István, akkori tervhivatali elnök mondta, hogy ez pusztán egy intellektuális játék, le is írta egy cikkbe a Gazdaság című folyóiratban, hogy ez egy intellektuális játék, ez nem határozza meg a döntéseket. Most pont ugyanígy van, hogy vannak mindenféle intellektuális játékok, aztán puff, beüt egy Paks 2, puff, beüt egy ilyen-olyan-amolyan döntés, egy stadionépítés, vagy bármi más, és akkor az viszi előre az ügyet. Egyéb iránt pedig van ez a napi kommunikáció, ahol a rövidtávú ígéreteknek a dominanciája, túlsúlya figyelhető meg. Azt is mondta egy helyütt, hogy az is fontos lenne ehhez a változáshoz, a sok minden most elhangzott feltétel mellett, hogy a társadalmon belül is változzon az értékrend és a közbeszéd is. Én olyan példákra gondolok, aztán javítson ki, ha ön nem erre gondolt, hogy azért ne elégedjen meg a magyar társadalom azzal, hogy hát néha jut egy kis Erzsébet utalvány, főleg választások környékén, jut egy pici minimálbéremelés, nagyon megterhelt minimálbérrel, van egy pici reálbéremelkedés, de nem sok, és ezzel úgy megelégszik a magyar társadalom. De miért? Igen, hát ennek hosszú hagyománya van, nagyjából az elmúlt évszázadban alakult ez ki, hogy nagyon óvakodni kell minden távlatos tervtől, hogy ezt nem nálunk, ezt Helmut Schmidt, egykori német kancellár mondta, hogy akinek víziói vannak, az keresse fel a látszerészét. Én azt gondolom, hogy ezzel szemben a közgazdászok úgy szoktak gondolkodni, mondjuk egy nagy cégnél, hogy annak van víziója. Tehát az IBM, a Google, a Coca-Cola, az gondolkodik azon, hogy 10 év múlva mi legyen, aztán van valamilyen stratégia, aztán van valami terv, aztán van valami költségvetés, meg műszaki terv, amiből ez az egész összeáll. Nálunk nagyon régóta
nincsen általánosságokat pufogtatnak, hogy legyen jó magyarnak lenni, ugye erre az amerikaiak mondják, hogy motherhood and apple pie, ezzel senki nem vitatkozik, hiszen az anyasággal, az almás réteggel ugye mindenki elégedett, de hát amikor jönnek a konkrét ügyek, akkor nincsenek tervek, ötletek vannak. Na de és azt mondja, hogy azért nincs az átlag magyarnak sem, hát hogy mondjam, víziója, vagy mert nagyobbat álmodni, hogy messzebb juthat el az életében, mert fölülről is ezt látja, hogy hát meg az a tapasztalat, annyit juttatnak? Hát az élettapasztalat, az a tapasztalat, hogy én most egyetemi oktatóként, miután átszervezik a Corvinus Egyetemet, ahol én állásban vagyok, fogalmam sincs róla, hogy szeptemberben hány órát és milyen feltételek mellett fogok tartani. Ha egyébként nem gondolnám azt, hogy ez nekem az élethivatásom, hogy akárhány órát kell tartani és akármennyit fizetnek, akkor az eléggé meg lehetnék rémülve, és ezt végig lehet mondani az élet minden területén, a segédmunkástól a miniszterelnökig, hogy az a tapasztalat, hogy nem tudjuk, hogy a holnap mit hoz, tehát ne gondolkozzunk a holnap utánról. Ez rendkívül veszélyes. Ennek következtében van az, hogyha valaki sikeres, azt a túlnyomó többség azt gondolja, akkor ez biztos valamilyen módon ez le volt zsírozva. Sokszor igen, de az olimpiai bajnokra is ezt gondolják, aki nem tudja lezsírozni sok minden más ilyenre. És ennek következtében ez egy önerősítő folyamat, hogy csak amának élünk, nem gondolkozunk a holnapról. Irreális, ha föltesszük azt a kérdést, na de a gyerekeinkkel, unokákkal mi lesz? Ezzel nem kell foglalkozni. Eddig is megvoltunk valahogy ezután, ez rendkívül veszélyes, mert a kapitalizmus az nem erről szól, ez a bazárnak a működés. A kapitalizmus az arról szól, hogy öreg grócsiod azon gondolkodott, hogy az unokájára mit hagy. És almát evett vacsorára. Ha már a Corvinust említette, akkor a Ceus munkahelyéről tud-e valamit? Mert ugye ott most kiderült, hogy a Müncheni Műszaki Egyetemmel megkötetett az együttműködés, de azért a CEU nem túl optimista, ő a magyar kormánytól vár még mindig jogi garanciákat. Hát amit eddig tudni lehet, az a kormány közeli sajtóban jelent meg, hogy minden nap leírják, hogy a CEU tartsa be a magyar törvényeket. Most van pillanatnyilag egy olyan törvény, hogy mi, mint amerikai alapítású és fenntartású egyetem nulla a magyar közpénz mellett, nem adhatunk ki amerikai diplomát, ez a Lex Ceu. Ez nem kell ezen vitatkozni, hogy van-e vagy nincs, ahogy egy kifőzdét nem lehet engedély nélkül működtetni, egyetemet sem lehet működtetni, azért megyünk el Bécsbe, semmi keresnivalunk nincsen, hívtak oda, de nekünk a kelet- és közép-európai régióhoz van küldetésünk, azért megyünk oda, mert nincs működési engedélyünk. Tehát én egyelőre azt látom, hogyha erre azt mondják, hogy de tartsuk be a törvényeket, ám de a kormány nem terjesztette be azt az államközi egyezményt, amelyik ezt lehetővé tenni. Most meg, ha jól értem, azt mondja, hogy hát Bajorországgal nincs is megállapodásunk, tehát mindegy, hogy a CEU, a Bajor vagy a Baden-Württemberg, nem tudom milyen egyetemekkel, milyen együttműködésre jut, nem kapunk működési engedélyt. Hát nálunk az amerikai diploma a vonzerő. Kormányszóvő és most helyettes államtitkár Kovács Zoltánnak már volt egy debreceni doktorátusa, és megmondta, hogy egy amerikait szeretne, bejut Kontler Lacihoz, lefordította angolra, levizsgázott, és most van neki amerikai papírja, mindenki ezt akarja. És úgy off-record nem kérdezte Kovács Zoltánt, hogy akkor ezt így most, hogy miért lett baj éppen a CEU-val? Hát ez a része annak, hogy minden gonoszság mögött végül is a Soros úr van. Hát a Soros úr szerintem ő 88 évesen rendkívül büszke, hogy ugye van az Úristen, aki a mindenható, akkor van ő, aki minden rosszat meg tud csinálni, és akkor utána jön a Lucifer. Ez szerintem 88 éves korában ő neki egyébként sem csekély önbizalmát tovább erősíti. És hát ő a fő támadási pont, akkor hát pont az ő egyik főműve, vagy Magyarországon mindenképpen a főműve az egyetem, az nem maradhat ki ebből a támadásból. Ezt abba kellene hagyni szerintem önérdekből, mindenkinek jobb lenne. Az MTR-ra nem jutott időnk, de majd visszatérünk rá, hogy a tisztában látunk. Köszönöm szépen, hogy itt volt, és önöknek pedig most Jakubcsek Gabriella ajánlja a ma esti témáit. Szia! Szervusz, jó estét kívánok! Ma is jelentkezik a Jakubcsek Plusz. Zseni a családban számtalan szülő kénytelen elhagyni az országot, mert nem tudja a gyermekét megfelelő képzésben részesíteni, mi lesz velük. Ez az első témánk, a második pedig, hogyan élték át a gyerekkorukat. A gyerekszínészek, Szinetár Dóra, Sugár Berci és Kovács Robert lesz a vendégünk. Várom Önöket!
Nézzék tehát Gabit, ha pedig a Spiritre kapcsolnak, akkor ott lesz még egy híradó és még egy fórum is. Szép hétvégét, hétfőn majd Jónai Ágon várja önöket.